legnehezebb 3 évem. Én édesanyámat elkísértem az utolsó útjába 3 évig, tehát hogy azért az egy egészen más szerepkör volt. Én zárkózott életet éltem. Anya halála után kezdtem el festeni, és akkor anyu mikor elment, akkor jött belőlem minden. És akkor... Őt is megfestette? Őt is, de igen, őt is, de nem realista ábrázolásban. Meg sok mindent, és azok ott vannak a falon, és minden festményem sötét színű volt, és tudod, mindig azt gondoltam így kívülről, hogy ezek ilyen belemagyarázások mindig, hogy belemagyarázzuk, hogy azért sötét színű, mert sötét van benne, vagy nem tudom. És mégis azok jöttek. Tehát, hogy van ebben igazság. És akkor utána szépen lassan egyre több és több kép lett, és én egyre, hát nem mondom, hogy jobban lettem, mert nem vagyok jól most sem, de már mint ebből én nem tudtam még így kijönni, meg lehet nem is fogok. De hát mindenem volt, szóval, hogy ő volt az én tuti. Hogyan menedzselted abban a 3 évben azt, hogy az édesanyáddal kellett az utolsó periódusában foglalkozni, és hogy a gyerekeid ebből valójában nem érezhetnek semmit? Éreztek. És jöttek is velem, és ott voltak végig, az egész utat együtt csináltuk meg, sőt annyira együtt, hogy minden este, amikor lefeküdtem, akkor az a két gyerek volt az a kapaszkodó, ami miatt még így fölálltam. A hovátünk mai vendége Sombalog Edina, köszöntünk sok-sok szeretettel. Sziasztok! Hová tűntél? Tényleg sehova. Annyi, hogy eltűntem a sorozatból. És a barátok közből. Igen, a barátok közből, ugye eltűntem. Hát ez már, úristen, várjunk csak. A kisfiam most 9,5, akkor 9,5 éve. Mert hogy előtte pár hónappal hagytam ott a sorozatot, és akkor megkezdtem anyai teendőimet. Szoktatás. De eltűntél, mert alapvetően nem vagy most így sehol, nem? Igen, nem képernyőn nem. Igen. Voltak úgy mondom, hogy próbálkozások visszatérésre. Voltam néhány ilyen egy alkalmas, két alkalmas forgatást elbíró műsorban, vagy számomra annyi volt, de hogy nem annyira a világom, azt hiszem. Tehát, hogy egy kicsit így nekem ez, mikor így most mondok egy példát, például a konyhafőnök, erről beszélhetünk, a konyhafőnök VIP egy ilyen nagy várva várt dolog volt nekem, mert hogy akkor visszakerülök a képernyőre, és közben tanulok egy csomó mindent. De így azon kaptam magam, hogy nem vagyok ebben eléggé felszabadult. És hogy lehet, hogy nem tudok annyira lazán hozzá. Begörcsöltél? Mit teljesíteni kell? Igen, hogy olyat kell teljesítenem, ami nem az én... Tehát amiben én nem vagyok egyből tökéletes. De nem lehet, hogy azért, mert az nem szerep. Igen, ezen gondolkodom én is. Hogy nem azért, mert az nem egy eljátszott szerep. És ugye a barátok közben mindig valami ki volt talán, és nem kellett saját magadat kitenni. Ez nagyon, nagyon jó, amit mondasz, mert ez volt az első szembesülésem azzal, hogy én itt most Sombalog Edinaként állok, és nem Nádor Kingaként, és nem az van, hogy van egy forgatókönyv, amit már ugye előről tudok a végén. Hol a rózsabisztró? Igen, és ez valóban ez jelentett nehézséget nekem egyébként akkor az első ilyen. Aztán utána azon kaptam magam, hogy valahogy ezt így magam, szerintem helyre tettem magamban, és már bárhova hívtak, úgy tudtam benne működni, de nem de volt olyan... De meg kellett szokni. Igen, és az nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy én nem mentem így a dolgokért cseppet sem. Tehát, hogy annyira leterhelt az otthoni gyerekekkel való. Tehát, ha belegondolunk, a kislányom 5,5 éves, a fiam 9 éves, ez pont az a 6 év, ami az első 6 év, az nagyon intenzív volt. És akkor még itt egy mondat, hogy közben nekem azért van egy családom, akiket imádok, és én édesanyámat elkísértem az utolsó útjába 3 évig. Tehát, hogy azért az egy egészen más szerepkör volt. Hallgatván, amit mondasz a sorozat utáni szájpróbálgatásról, én szerintem azt nyugodtan elmondhatjuk magunknak, mert furcsa módon én sem, de szerintem sokan nem kötötték össze a sorozatban való szerepedet azzal, hogy előtte te ugye azért Magyarország szépségkirálynője voltál, és valójában így kerültél bele a sorozatba. És az a nagyságrendileg egy évtized, amit a barátok közben töltöttél, az szerintem mindannyiunknak, számunkra is, nézőknek is, te voltál Magyarországon a szabályos szépség.
Nem nagyon lehetett tudni, hogy szépség királynő voltál. Ennek mi volt az oka, hogy ez nem volt ez a központban? Ez eléggé előre eltervezett koncepció volt, hogy amikor megkezdem a sorozatban Nádor Kinga életét, akkor én onnantól kezdve Nádor Kinga leszek, aki egy pincérnő. És ugye nagyon tudatosan készült a producer arra, hogy ne menjünk el abba az irányba, hogy szépség királynő modell. És ezt a döntést nekem meg kellett hoznom, és egyébként örömmel hoztam meg akkoriban. Örültem, hogy kiszakadok abból arról az útról, ami nekem elég rögösnek is tűnt. Gondoljunk akkor vissza, hogy egyébként a szépség királynő hogy lettél, és miért lettél? És akkor itt el is mondom, hogy én nagyon hiszek abban, hogy egy csomó minden eleve el van rendelve az életünkben. Így is, úgy is oda jutunk. És így is, úgy is ott leszünk, amikor ott kell lennünk. Ezért nem lettem én szépség királynő. Ez eleve erre. De hogy tényleg nem volt bennem ez a kép, hogy én szépség királynő legyek. Modellkedni akartam, de abszolút kifutós modellként láttam gyerekkoromban magam, hogy ruhákat bemutatni, és ilyen robot arccal végigmenni, meg robotmozgással. Aztán egy barátnőm indult néhányszor szépségversenyt, és mondta, hogy induljunk el együtt. Mentem, és megnyertem, és akkor ami nagyon jól esett, hogy a közönség is egyöntetően rám szavazott, és emiatt úgy éreztem, hogy akkor itt biztos nem volt semmi manipulálás a háttérben, hát azért ennyi embert nem lehetett, és az egy jó visszacsatolás volt, hogy akkor tényleg lehet, hogy a szépség az tényleg lehet az igaz. Volt? Nem voltam elégedett magammal soha. Meg nem is volt annyira fontos, hogy mit látok magammal. Mindig másképp akartam kinézni, mint ahogy. Tehát, hogy én arra jó példa voltam, hogy göndör volt a hajam, egyenes hajat akartam. De szerintem ez a tinédzser időszakot sok fiatal lánynál így végig. Hát a tinédzser időszakkal amúgy lehet magyarázni, csak azon most úgy elgondolkodtam, hogy miért van az mindig, hogy a szép nők nem hiszik el, hogy szépek, és a kevésbé szépek meg azt hiszik, hogy nagyon szépek. Én nem fektetek erre most már nagy hangsúlyt. Tehát, hogy most már úgy gondolkodom a szépségről, hogy szerintem tök jó szemem van rá, tehát szeretem, ami arányos, és magamat is úgy látom, hogy arányos vagyok, és ennek örülök, ez megadatott, nem akarok nagyon semmilyen változást magamon, mert félek, hogy elrontanék valamit, úgyhogy ez így jó, ahogy van, és az összes embert így nézem, de ez csak egy dolog, és én nem tudok egy embert úgy nézni, hogy ő egy test. Tehát ha nincs valami kisugárzása, ami engem megfog, akkor hiába gyönyörű vagy, gyönyörű férfi vagyok, nem tetszik. Jött a barátok közt, és egyszer csak kvázi a sorozatnak is köszönhetően párral leltél. A férjed az a barátok közenei producere volt akkortáj. De hát ennek azért hány éve? Hát ő ugye 25 évig volt a producere, és akkor én már benne voltam a sorozatban, nem is tudom hány éve lettem benne, de már néhány éve, 3-4 éve, mikor mi elkezdtünk így. De mi is addig nem találkoztatok? Nem nagyon. Tényleg? Az volt a vicces, hogy így néha láttam őt, és bírtam benne, hogy olyan úgy leszeparálódik az emberekről. És az emlékszem, hogy megfogott benne, hogy nem az, aki úgy oda megy, jó pofizik, vagy mindenkivel beszélget, hanem ott úgy el van a kis világában. És ez így tetszett, de nem mentem annyira előre, hogy most megszólítsam, vagy ilyesmi, és akkor egyszer volt egy Halloween partink, zárt körű rendezvényünk, és akkor ittam egy-két pohár pesgőt, és akkor úgy döntöttem, hogy na, én most oda megyek, és angolul megszólaltam, de hogy miért angolul, én nem tudom, tehát esküfőnöltem, most a pesgő oda mentél a barátok közt, akkor már jó néhány ideje működő magyar zenei producerére. Igen, és angolul megkérdeztem, hogy hogy vagy. És ő hogy milyen nyelven akkor válasz? Akkor a pesgőből majd adnám. Hát, jó, benne nem volt, csak egy kérdésre jutott belőle, sajnos a második a válasz nem volt meg. De tényleg nem borzalmas. Én válaszolt rögtön angolul elég szép kiejtéssel, szuperül, és akkor ott egy kicsit elakadtam, hogy akkor még iszom valamit. Szóval. És akkor valahogy ott így pikpak belemerültünk a beszélgetésbe, és így rájöttem, hogy egy értékes. És így kezdődött. És akkor mind a kettőnknek volt kapcsolata, és akkor megbeszéltük, hogy majd hétfőn találkozunk. És akkor mindig rám írt, hogy melyik hétfő, mert elment azóta sok hétfő. De hát én nem gondoltam annyira akkor úgy ezt komolyan, hogy most ebbe beleállok, és akkor valahogy kiment úgy. Kiment a pezsgő. És aztán valahogy úgy hozta a sors, hogy neki egy Németországban élő unokahúga rajongott, értem, és akkor így
összehoztunk egy találkát az unokahúgival. Ja, mert ő elmondta, hogy az unokahúg nagyon szeretne velem most találkozni, végre, és most végre. Milyen szerencsés véletlen. De azt tudni kell amúgy a Krisztiáról, hogy ő ilyen olyan szempontból egyszerű, hogy ő nem csinál, nem fut ilyen köröket. Aha. Tehát ő tényleg ez így volt. És akkor itt találkoztunk, és onnantól már szépen alakult minden. Ennek hány éve? Hát ennek most már 11. 12. 11. Itt bajban vagyok egy kicsit. 10 után nem számoljuk. Már van sok. 11 éve, 9 éves a nagyfiunk, nagyobb, igen. És 5 és fél a kisebb. Pici. Igen. Jól vagytok? Hát, na, tehát nem fog, rávágnám. Alapvetően rávágnám, hogy nagyon jól. És szerintem mi jól vagyunk. De nyilván mi is küzdünk egy csomó mindennel. Tehát azért megéljük a feladatokat rendesen. Tehát az nem igaz, hogy tökéletes mámori, meseszép rózsaszín felhők között reptesünk, és nagyon jó minden. Mi mind a ketten nagyon tudatosan élünk egymás mellett, mind a ketten tesszük, amit tudunk, és szeretjük egymást, ezek a legfontosabb dolgok, és ez működik. Visszaugrálhatok még egy kicsit a barátok köztre, innen a magánéleti részről, aztán majd megint ide kell meredünk. Barátok közre bármit. Csak mert a barátok közt, igen, főleg az a korszaka, amikor te is ugye belekerültél és ott voltál, hát ez nagyon sok embernek jelentette a mindennapi betevő szórakozást, bosszankodni valót, hogy ki kivel jött össze, ki mit mondott. De és ugyan azt is szoktam mondani, tudod, hogy az ország, ahol senki nem nézte a barátok közt. De mindenki tudta. De mindenki tudta, még a rózsabisztró nyitva tartás idejét is. Ez így van. Én nem tudom ő ki, de azért pontosan tudta, hogy mi történt vele a sorozatban tegnap. De ezek gyerekek, de ez a mai napig így van. Tehát vannak dolgok, amiket én nem tudom miért, de kellemetlen bevallani. Igen, ez az. De ettől még. Na, egyébként az rímel erre, hogy kellemetlen volt bevallani, hogy nézted a barátok köztet. Mert ugye főleg az elején az úgy elterjedt róla, hogy nem feltétlenül a nagyon míves színészi játék, igen, jellemezte. Most, hogy ez tényleg így volt-e vagy sem, az döntse el mindenki maga, de mondjuk volt körülött egy ilyen ítélet. Igen. És hát te sem színészként kerültél bele. Igen. A sorozatban. De te végül ott megtanultad a színészmesterséget menet közben? Tehát én nem mondom magamra azt, hogy én színésznő vagyok, nem is játszom színpadon, színházban. Nem is volt ez egyébként tervben. A Gornagy Mária színtanodába jártam pont akkor, vagyis előtte valamennyivel, lehet, hogy sokkal előtte, most nem is tudom, de lényeg az, hogy jártam fél évet, ennyi volt az én színészi múltam, és akkor utána bekerültem, és azt mondták, hogy oda kell állnom, ott el kell mondanom a szövegemet, amikor azt mondják, hogy tessék, és nézd, amúgy itt van egy csomó tévé, és ott téged néznek, és majd vágnak, és mindenkit van 100 ember, ezek mind azon dolgoznak, hogy majd egyszer ez lemenjen adásba. És akkor ott így álltam, mondom, hogy jaj, jó, valami majd biztos lesz. És akkor egyet tudtam, hogy egy mankón van a szöveg, tehát azt mindenkit meg kell tanulnom. Aztán majd ott a rendező, és majd mondják, hogy hova állok, mit csinálok. És akkor nagyon mázling volt, mert a Rékasi Karcsival voltak legfőképpen jeleneteim a bisztróban. Aki egy színész, bocsánat, és azért voltak jó néhányan színészek, Német Kristóf, nagyon jó színészekkel rakott, igen, össze így a sorozat engem egyből. És akkor a Karcsi látta, hogy mindig el is mondja, hogy nagyon tisztelte bennem, hogy felkészültem, és hogy én csak így figyeltem, és nagyon akartam jól csinálni, és emiatt kaptam segítséget tőle rögtön. Úgyhogy az elején már megmutatta, hogy ez a kamerának ez a látószöge, ezt látja, ha ott vagy, ott nem lát, ide kell beérned, stb. És kitanított szépen, és emiatt neki miért volt ez jó? Mert hazaért a gyerekeihez, nekem miért volt jó? Mert ugye hamar belerázódtam abba, hogy itt mi az elvárás. Jó, hát és azért ez tartott majd egy évtizedig. Igen, egyébként ez elképesztő, hogy azt mondtam, hogy egy év. És valószínűleg iszonytató forgatási rutinra tettél szert. Igen. Tehát bármikor csukott szemmel, igen, hogyha filmbe forgatni, igen, hívnának. Igen, az az igazság, hogy ezt nagyon megtanította a sorozat mindannyiunknak. Tehát, hogy az, hogy egy szöveget meglátok, és gyakorlatilag lefényképezem, is tudom, kész. Tehát, ja, és hogy nem bakizunk, nincs baki, nem akad össze a nyárunk. Tehát, hogy ez belénk van kódolva szerintem. Hát igen, és amit mondtál a Rékasi Kassival kapcsolatban, hogy igen, mert haza kell érni. Így van, mert ha valaki nem tanulja meg, és attól az egész száz ember az idejével érsz vissza. És ott vagy, hogy már 2 órás csúszás, a gyerekért senki nem megy el, tehát hogy itt azért össze kellett fogni, és kellett tudni. Akik meg nem tudták, hát azok hamar rájöttek, hogy ez nem fog működni. Ugye akkor volt a baj, mikor a sok fiatal, akiknek nem kellett hazaérni sehova, viszont ugye fürödtek ebben a hatalmas sikerben, amit ugye hozott a sorozat, őnekik ez annyira nem volt fontos, és akkor jöttek ilyen
kis problémák, hogy mondjuk a Rékasi Karcsi, vagy én is szerettem volna menni, és akkor ott azért kellett egy kicsit balhízni. És rád hogyan hatott ez a siker? Az első alkalomra emlékszem, amikor bementem egy benzinkútra, és megismertek. De ez már hónapokkal azután volt, hogy én adásba, hogy elkezdtem forgatni, mert ugye 2 hónappal jártunk előre. Tehát én már 2 hónapja forgattam, egyáltalán nem voltam elégedett magammal, úgyhogy engem annyira nem érdekelt, hogy bekerültem adásba, mert hogy közben én nem éreztem, hogy elkaptam volna a fonalat ott a munkámmal kapcsolatban. Én zárkózott életet éltem, tehát hogy nem annyira éltem meg ezt ilyen óriási szenzációnak, mert hogy a barátaimmal voltam, a családommal, de tényleg, tudom, ez most furán hangzik, de nem éreztem azt, hogy most ugye elszálltam volna, vagy ugye elindultam volna. Egy dologra emlékszem, hogy vettem egy szép autót magamnak, egy pár év után tudtam venni magamnak egy autót, és ott azt éreztem, hogy tök menő vagyok, ülök a menő kocsimban, én a menő csaj, a menő sorozatból, a menő, és én most megyek, és szabad vagyok, és azt csinálom, amit akarok, dur, lesz egy balesetem. Úgyhogy az egy olyan pofon volt, ami után nem volt többet a menő, aki megy össze-vissza a nagyvilágba. Úgyhogy ott egy kicsit egyszer akartál én... menő lenni. Nem jött össze. Úgyhogy azóta ez nem erőltet, amúgy sem az én világom. Szigorú anyuka vagy? Olyan jó, hogy ezt kérdezett. Pont tegnap este jöttem rá, hogy igen. És ez nagyon nehéz volt beismerni magamnak. Miért pont tegnap este jöttél? Azért, mert tegnap volt a fiamnak a zongora koncertje este, és ahogy ott, és egyet hibázott. Egy aprócskát, és egyébként ő jár zongora versenyre is, mindenhol nagyon jól teljesít. Nem is vettem észre, hogy én felállítottam ilyen elvárásokat. És tegnap, hogy ott ültem, és hibázott, és ezt elhibáztam. Ez az érzés, hogy nem azt láttam meg, hogy úristen, az én gyönyörű fiam, jaj, de. És ott volt egy pillanat, hogy így ezt be kellett látnom, és erre jobban fogok figyelni egyébként a jövőben, lehet, hogy kicsit. Bocsánat, hogy ezt mondom, nem tudom jobban körbeírni. Én valami borzalmasan vevő vagyok rád. Ja. Ugyanis, de tényleg, ugyanis, nem, ugyanis láttad a szabályos szépséget. Az, amit látsz, az annyira domináns, hogy valójában nem is akarsz mögé látni, csak nézed. És ehhez képest most itt találkoztam egy még mindig borzalmasan csinos ifjú hölgyel, aki olyan kockafejű, mint állat. Igen, egyébként kockafejű vagyok, és tökről, ez nagyon jó, hogy ezt nem látják sokan. És egyébként tényleg az, vannak elképzeléseim, megyek azon az úton, elég határozottan, nem nagyon lehet így olyan könnyen levinni róla, de ugyanakkor meg, amin nagyon dolgozom, hogy próbálja meg elfogadni, próbálom elfogadni azt, amit, mert sajnos az élet ad mindenfélét. A hibákat elfogadni? Azt, én el tudom fogadni a hibákat. Nem azt, hanem azt, hogy... Nem, mindenki hibáját elfogadja, a sajátjáért meg a fiáért nem. De amúgy meg tudom magam győzni, tehát tudok beszélgetni magammal is, szerintem ez... Értette, hogy én mit mondok. Én értem, és mire is, hogy ezt kiszúrtad. Mindenki másnak te nagyon könnyen megbocsájtasz. Igen, egyébként tényleg így van. Segénként, jó. Tudod, most... És ez annyira így van. A férjem szokta mondani, hogy mindenhol olyan könnyen kezelem az emberek dolgait, a legnagyobb hibáit is, hogy te én így szeretem őt, ő így jó. De hogy otthon nem megyek el mellette, mivel mi együtt élünk, itt nekünk kell, hogy összeálljon. Nem teljesen annyira, nem vagyok talán nem vagyok annyira kocka, de mondom, dolgoznom kell ezen, hogy nehogy elmenjek. Hát ugye a saját elvárásaidat kivetíted a környezetedre. Igen. És hogy ugyanakkor, ha valakivel így nincs dolgom a mindennapokban, akkor engem nem zavar, hogy ő tök jól el van. Hát, hogy amit akar, azt sem. Felőle minden nap rózsaszín pultjiba jöhet szakállal, vagy akármi. Hát nincs vele hatással. Igen, nincs vele dolgom. Neki is baj van a szakállam. Na, hát a szakállod. Nem, az nem bírom a szakállam. Egyébként bírom, nekem bejön. Ez is fura, hogy én szeretem azokat a dolgokat, amik ilyen természetesek minden téren. De sokan mondják, hogy akkor miért van szőkít hajam, vagy mit tudom én. De hogy alapvetően én ha újra kezdeném, például nem lenne a hajam szőkít, hanem a saját természetes barnaságát. Nekem meg annyira szőke vagy. Egyébként nem olyan értelemben, hanem... De így szoktuk meg. Igen, én is ilyen szőkésbarna voltam, csak aztán tudod az idővel bebarulni, és én is mindig valahogy magamat
igazából ilyen szőkésnek látom. Akkor meg... Dacára annak ugye, hogy nem szerepelsz jó ideje sehol és semmiben. Eddig azt látjuk a beszélgetésből, hogy főállású anya vagy. Emellett azonban festesz, méghozzá nem is, hogy rég kezdtél el festeni, és már is azt láttam az interneten, kicsit utána nyomoztam, hogy nem is kevés pénzért adják, veszik a képeidet, tehát a legfontosabb mérő a piac értékeli a munkádat. És ez csak az egyik dolog, amit csinálsz. Majd a másikra kitérünk. Igen, igen, igen. Ez nagyon-nagyon jól esik nekem. Igen, anya halála után kezdtem el festeni, de előtte is évekig jártam mindenféle külön órákra. Egész gyerekkoromban az volt a családi projekt velem kapcsolatban, hogy mivel azt mondták, hogy tehetséges vagyok, akkor ezt anyujék támogatni akarták minden áron. Úgyhogy mindig elvittek mindenféle szakkörökre, jártam versenyekre. Szóval ez egy olyan kirajzolt út volt nekem, hogy majd a képzőművészetire megyek. De ez a tinédzser korszakomban ez így megdőlt, és akkor az nem, akkor színésznőnek kell menni, úgyhogy gyorsan Gornagy Mária. De én legbelül igazából én ezzel szerettem volna mindig foglalkozni, úgyhogy én örültem, hogy az élet ugye úgy hozta, hogy eljöttem a sorozatból, és megkezdhettem ezt az utat, és akkor elkezdtem nagyon, nagyon aktívan festegetni, meg eljártam olyan tanárokhoz, akiktől is szerettem volna ellopni ezt, azt. És tök jó emberekkel találkoztam, és aztán elkezdtem anyu halála után a saját utamat járni ezen a téren. Tehát, hogy nem másolni mondjuk fotókról, vagy ilyesmi, hanem akkor, ami bennem van. És de benne ez... volt ez az X év, 3 évet említettél, amíg édesanyádat kísérted azon az úton, ahogy az elején mondtad. Ezeket is kifested magadból, amit akkor éltél át vele? Igen, az egyébként az igazsághoz hozzátartozik, hogy nekem nem volt önbizalmam a festéssel kapcsolatban, és azt gondoltam, hogy soha az életben nem tudnék magamtól valamit lefesteni. Tehát nekem kell, hogy adjatok egy fényképet, és az alapján majd megcsinálom valahogy. És akkor anyu, mikor elment, akkor jött belőlem minden. És akkor... Őt is megfestette? Őt is, de igen, őt is, de nem realista ábrázolásban. Nek sok mindent, és azok ott vannak a falon, és minden festményem sötét színű volt, és tudod, mindig azt gondoltam így kívülről, hogy ezek milyen belemagyarázások mindig, hogy belemagyarázzuk, hogy azért sötét színű, mert sötét van benne, vagy nem tudom. És mégis azok jöttek. Tehát, hogy van ebben igazság. És akkor utána szépen lassan egyre több és több kép lett, és én egyre, hát nem mondom, hogy jobban lettem, mert nem vagyok jól most sem, de mármint ebből én nem tudtam még így kijönni, meg lehet nem is fogok. De hogy ez egy jó mennyi dolog volt. Történt? Három, nincs még 3 éve. 3 éve történt? De hát mindenem volt, szóval, hogy ő volt az én tuti. Hogyan menedzselted abban a 3 évben azt, hogy az édesanyáddal kellett az utolsó periódusában foglalkozni, és hogy a gyerekeid ebből valójában nem érezhetnek semmit? Éreztek. És jöttek is velem, és ott voltak végig, az egész utat együtt csináltuk meg, sőt annyira együtt, hogy minden este, amikor lefeküdtem, akkor az a két gyerek volt az a kapaszkodó, ami miatt még így fölálltam. Ja. A gyerekek velem voltak végig, és mindig megbeszéltük, amit látunk, hogy mi történik. Utólag nem tudom, hogyha anyut erről megkérdezném, jó volt-e így, de nem volt más választásom. Oké. Babaruhá? Az egy kis cukiság. A Lili, mikor pici volt, akkor egy cég megkeresett, hogy nézze meg a babaruháikat, stb. És tök jóba lettem a tulajdonosnővel. És akkor kitaláltuk, hogy én is csináljak, mert rajzolok, miért ne csinálhatnék pár darabot. Ez egy ilyen kis szeretett gombóc az én életemben, semmi komoly, semmi extra, nem mondom, hogy ebben kiteljesedtem, de olyan kis aranyos kis dolog volt, szerettem. És szeretnél szerepelni újra? Sokat? Nem tudom. Nem tudom. Annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani, hogy nem tudom. Én meg nem tudom. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy igen, nagyon vágyom rá, és azt sem tudnám kimondani, hogy nem vágyom rá. Viszont így, hogy a
kisfiam, ugye 9 éves és annyira kis okos, meg úgy nézi az adásokat, néz egy csomó műsort, érdeklődő nagyon. Azt szeretném, hogyha valahova mennék, akkor az olyan legyen, amiben én jól érzem magam, amire én büszke tudnék lenni. Azért jutott eszem, hogy azt fogom, hogy én nem tudom egyébként, mert amit pont az előbb mindenre egy kicsit azt mondod, hogy így, nem is biztos, hogy menni fog. Hogy elmegyek a szépségversenyre, de hát nem is vagyok én annyira szép. Igen, nem volt. Hogy elkezdek festeni, de hát nem is biztos, hogy annyira ügyes. Akkor a barátok köztén is, hogy majd egy évig maximum, aztán 10 évig ment. Igen, és nagyon jó, amit mondasz, mert 35 éves koromig ebben éltem. Ezekben a nem tudomokban, meg ebben nem lennék olyan. De nem is csak, hogy nem tudom, hanem hogy az önbizalommal nem valahogy volt valami fura kapcsolatotok. És itt, és például anyuval az utolsó beszélgetésünk, amikor nem igaz. Hogy nincs önbizalmam. Ez nem igaz. Egy bizonyos pontig szerintem neked nincs önbizalmad. Igen. Viszont ha átkattansz, akkor viszont átmész tűzönbizalmat. Igen, akkor vagyok sinem. Ebből jön az, hogy fogod magad, nézegeted egy picit, majd odamész és angolul hozzászólsz. Amúgy annyira igaz, és mindenben ilyen vagyok, hogy először felmérem a terepet. A sorozatban is ez ment, hogy addig nincs önbizalmam, amíg nem tudom, hogy most itt mit kell csinálnom. És amikor megvan, hogy mit kell csinálni, akkor megpróbálom megcsinálni, és ha sikerül, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, akkor megyek. Akkor már nincs gondom. Hogy az anyukád mit mondott? Ő mindig azt mondta, igen, hogy azért nem lesz meg a kiállításod, mert hogy kis hitű vagy, és ez nekem nehéz erről beszélni, úgyhogy jobban nem megyek bele, de volt egy ilyen beszélgetésünk, és akkor amikor anya meghalt, akkor megcsináltam a kiállítást. Borzalmasan értelek. Azért, mert én például tudom magamról, hogy a világ legbizonytalanabb embere vagyok. De mindig ezt mondja, de én ezt el nem tudom. Dehogy is. De én meg tudom, hogy igen, mert olyan sokat dolgoztunk már együtt, hogy én ismerem ezt az arcodat. Én egy borzalmasan bizonytalan ember vagyok, addig a pontig, ami kielemezve nem születik meg egy döntés. És te is. Ez nagyon durva. És ha nagyon végig rágtál, mert sokkal jobban rágsz meg mindent, mint átlagosan az ember. És amikor már betegre vizsgálgattak, és a végén ott van eleged magadból, hogy most már túlelemeztem, akkor most erre megyünk. Na, onnantól kezdve mehet hozzád bárki, és mondhatja, hogy te figyelj, nem kéne festeni, vagy nem kéne, mész innen felni. Nagyon így van, tényleg így van, ahogy mondod. És fura, mert ezt így, azért ehhez több idő kell, hogy valaki ezt így felállítsa rólam, de azt hiszem, ez teljesen így igaz, ahogy mondod. Ezért tökéletes a válasz arra a kérdésre, hogy akarsz-e még szerepelni? Hogy nem tudom. Hát még nincs, viszont a lehetőség a pillanatban. Tóra, tényleg így van. Így igen. Szerintem is az így igaz rám. Hát nagyon jó. Nekem ez őrült módon tetszett. Hát, hogyha benned is ilyen, te is így működsz, vagy hasonlóan működsz, akkor ez... Te egy fiatal nő vagy. Én egy öreg, Mikulás jelmez vagyok. Öreg Mikulás jelmez? De... Akkor is... De ez egy belső dinamika. Milyen fura, hogy így mondjátok ezt, hogy amit eddig láttatok rólam, hogy ebbe sem így valahogy ezt... Mert tényleg nem teljesen egész, még mindig bennem egy csomó minden. Tehát, hogy visszanézem az életemet, és akkor sokat gondolkoztam azon, hogy jó döntéseket hoztam-e azokon a pontokon. De nincs igazából jelentősége, mert az már ott megszületett, és megcsináltam, és végigvittem. Lehet, hogy ebben a 3 éves folyamatban, amit most élsz meg, talán tudok segíteni. Igen. Aha. Ez a legnehezebb 3 évem egyébként. Nem is, ez egy nagyon, nagyon, de akkor gondolom sejted, hogy milyen út lehet. Tudod, hogy sikerült nekem az édesanyám elvesztését lezárnom magamba? Addig-addig járt az agyam, a mindenem ezen, amíg egyik reggel azzal ébredtem föl, valószínűleg már túl gondoltam ezt az egészet, szokás szerint, hogy megjelent egy nagyon egyszerű mondat a fejembe. És ott rendbe lettem. Mi így éltünk. És tovább léptem. Közeledek ez én is. Oké. Évek.
Nekem is. Ahogy mondod, mindenem, minden jár bennem azóta is. Mindenhogyan, minden formában, mindent összeolvasva, mindent átgondolva, 6 milliószor visszajáratva az éjszakák, az összes éjszaka, az egy külön út, minden. Igen, keresem, beszélgetek emberekkel, keresem, nyitott vagyok az emberekre sokkal jobban, mint az előtt. Keresem, ami bennük zajlik, ők mit, hogy látnak, hogy dolgoznak föl, ő milyen, miért így látja, miért úgy, neki milyen útja volt. És akkor annyira nagy kutakodás zajlik, amit leírta, minden, futok, megyek, hegyet mászok, felmászok, megcsináltam, mi történt bennem, mit kaptam tőle. És egy csomó minden történik velem, de hát azért írom, vagy ezért szoktam mondani, hogy úton vagyok. Most nagyon úton vagyok. Majd egyik reggel elengeded, és lezárod azzal, hogy így éltetek. És egy gyönyörű emlékké fog nem esedni. Ez igen. Biztos. Igen, azon kapom néha magam, hogy megyek mondjuk egy előadásra, ahol valami megérint, egy zene, ami azelőtt nem volt ilyen mély, nem vitt ilyen mélységekig el. És nem tudok. Tehát, hogy valami megváltozott bennem, mert képes vagyok annyira megélni dolgokat, ahogy azelőtt nem tudtam. És aztán utána így, tehát akkor derül ki, hogy még mindig annyi minden zajlik ott bent legbelül. Nagyon mélyen. Úgyhogy nem egyszerű. Viszont olyan jó volt. Megállni és megismerni az igazi arcodat. Igen, köszönöm. Mert tényleg, láttunk valahogy egy szerepben sokáig. Különleges volt, köszönöm neked. Igen, meg amit a Laci mondott, hogy láttunk mindig egy tökéletes nőt, aki valamiért olyan megfoghatatlan távoli, mert a tökéletes, akit látunk, és olyan gyönyörű, és úgy minden rendben. És most olyan közeli vagy. Köszönöm. Nekem is nagyon, nem számítottam el, úgyhogy nagyon jó, nagyon feltöltöttem. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt vagy. Mi köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.